Hello mindenkinek! Ma egy rövid videóval érkeztem nektek, méghozzá tökéletes piros ajkak videóra gondoltam nektek mára, hogy mégis hogyan kell elkészíteni, hogy tartós is legyen, tökéletesen meg legyen húzva, hogy ne lóg ki a vonalból, ne legyen elkenődve, vagy semmi ilyesmi, és remélem, hogy van benne néhány trükk vagy praktika, amit el tudtok lesni és hasznosítani tudtok. Úgyhogy ha szeretnétek megnézni, hogy hogy készítettem a mai piros ajkaimat, akkor tartsatok velem. Hát akkor kezdjük. Legelsőnek egy szájceruzát használok, egy enyhén piros árnyalatút, Ruby Rednek hívják egyébként, és ez az Astor egyik szájceruzája. Jó, úgyhogy elkezdem megrajzolni vele a számat. Úgyhogy elkezdem ugye megrajzolni vele a szám. Bármilyen szájceruzát használhattok egyébként hozzá. Fontos, hogy piros árnyalata legyen. Jó, és hogyha megvagytok a körberajzolással, akkor pedig feltöltitek. Ez is adni fog egy alapot a rúzsnak, hogy tartósabb legyen. Rúst, ugye pirosat vagy bordót, én már ezt az Astor bordó rúst választom, és ezzel az ajakecsettel fogom felvinni, mert ezzel sokkal finomabban és egyenletesebben is fel lehet vinni, nem megyünk ki akkor a vonalból. Meg már azt is látjuk, hogy ugye hova visszük fel a ceruza miatt. Mindig először amúgy a szám keretét szoktam ezzel is elkészíteni, és utána töltöm fel az ajka többi részét vele. Feltöltődjé az alsót is. És akkor, hogyha készen vagyok, akkor mindig azért átszaladok még a rúzzsal. Hogy még erőteljesebb legyen. Igazítjuk. Amit pedig egy szintetikus ecsettel, vagy korrektor ecsettel, és korrektorral fogunk megtenni, méghozzá úgy,
hogy veszek egy kicsit a korrektorból, a Maybelline korrektorát használom, és ugye, ahol kicsit kimentünk, vagy ilyesmi, átszaladok vele, hogy egyenletesen meg legyen húzva. Ettől lesz tökéletes. Ettől tökéletes, hogy még itt korrektorral belejavíthatsz. És ettől lesz még tökéletesebben meghúzva. Jó, és akkor ez lesz az eredmény. Jó, úgyhogy remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a kis, rövidebb videómat is, és hogyha szeretnétek, akkor lájkoljátok, valamint írjátok meg a véleményeiteket és kérdéseiteket is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, sziasztok!